A mozgáskorlátozottak egyesülete folyamatosan kap adományokat hasonló külföldi szervezetektől, illetve olyanoktól, akiknek gyógyulását követően feleslegessé váltak az eszközeik. Az ilyen módon összegyűlt gyógyászati eszközöket, kerekesszékeket, rollátorokat, illetve gurulós szobavécéket adtak át a kórház rehabilitációs osztályának. Úgy gondoljuk, hogy a kórházba, a rehabilitációs osztályon nagyon sok sorstársunk, tagtársunk megfordul. Többek között ugye ortopédia, az idegosztály, agyvérzéses betegek és a rehabilitáció után ide kerül, rehabilitációra ide kerülnek. És én biztos vagyok benne, és az egyesület vezetése, hogy jó helyre adományozzuk ezeket az eszközöket. A József András Oktatókórház rehabilitációs osztályán különböző részlegeken kezelik a mozgásszervi betegeket, valamint az agyvérzésen átesett betegek rehabilitációja is itt zajlik. Az osztályvezetője szerint az adománnyal a gyógyító szakmai munkát segítik a felajánlók. Ez egy 56 ágyas mozgásszervi részleg, ahol nagyon súlyos mozgássérült betegeket kezelünk, gyógyítunk. Minden adománynak nagyon örülünk, de különösen azoknak, amiket nagyon jól fel tudunk használni, a kerekesszékeknek és egyéb gyógyászati segédeszközöknek, ezek pontosan ilyen adományok, úgyhogy a mindennapjainkban nagyon jól fel tudjuk használni. A Nyíregyházi Kórház nagy betegforgalmat bonyolít, ezért sok eszközre van szüksége, amelyet nem mindig tud beszerezni, ezért minden felajánlást szívesen fogadnak. A kórház minden adománynak örül, a kicsinek is, a nagynak is. Ez egy egész nagy adomány, ugyanis fogjuk tudni használni a rehabilitációs osztályunkon. Tekintettel arra is, hogy reményeink szerint ebben az évben már el fog indulni egy új rehabilitációs osztálynak a felépítése, tehát feltétlenül szükségünk lesz ezekre a kiegészítő eszközökre. Úgyhogy nagyon köszönjük, minden ilyen tudunk használni, és hát a jövőben is, hogyha így van, akkor szívesen fogadjuk. A gyógyászati eszközök nem csak a gyógyító munkát segítik a jövőben, hanem a kórház betegeinek életminőségét is javítják.